Nagy Vivien vagyok, Paks az én városom. Én törzsgyökeres paksi lánynak mondhatom magam. A szüleim is itt éltek a születésem előtt már. Én is itt jártam óvodába, általános és középiskolába is. Aztán egy kicsit elsodort az élet Pestre, ilyen továbbtanulás szempontjából. Viszont hamar visszatértem, mert ugye akkor még a Tűzvirág táncegyüttes tagja voltam, ami még egy kicsit még mindig tart, tehát hogy még nagyon szoros kapcsolatot ápolok úgymond az együttessel. 13 évet én ott táncoltam, 2 évet dolgoztam is. Így az együttesnek a háttérmunkájában vettem részt, majd a paksi óvodásokat és az iskolásokat taníthattam az Újvári Dáviddal karöltve. Számomra nagyon sok pozitívumot adott az együttes, rengeteget tanultam, amit az élet és a munkám során is tudtam kamatoztatni, plusz egy szuper csapatnak a tagja lehettem, és csodás embereket ismerhettem meg, akik a mai napig barátaim. Én rendezvényszervezőnek tanultam, és próbáltam ebben a szakmában elhelyezkedni, ami sikerült is, egy váratlan fordulat kapcsán jutottam ide az Energiaházba. Nagyon szeretem, amit csinálok. Idén egy hatalmas feladatot kaptam. Ugye a paksi, inkább cseresznyési Erzsébet napközis tábornak a vezetője lehettem. Hát ez egy nagy kihívás volt, de hál' Istennek vettem az akadályokat. A mai napig, hogyha találkozom ugye a táborozó gyerekekkel, akkor odaszaladnak, vagy kiabálnak, hogy szia Vivi néni! Tehát, hogy egy csodás érzéssel tölt el a mai napig, hogy ilyen jó tábort tudtunk szervezni. Nagyon nagy szerelmem, mert nagyon hozzám köthető az a szertartás vezetés. Számomra nagyon fontos volt az, hogy minél egyedibb és személyesebb szöveget tudjak a párról írni. Ez azért is jó, mert összekapcsol bennünket. Hát a párral én nagyon sokat találkozom az esküvő előtt is, tartjuk folyamatosan a kapcsolatot. Sőt, még az esküvő után is van, hogy beszélünk, összetalálkozunk. Én nagyon szeretek Pakson élni, nagyon szeretem ezt a nyugodt, békés, kis biztonságos várost. Itt ugye, hát én itt nőttem fel, hál' Istennek csodás gyerekkorom is volt. Mi mindig gyerkőcként ott a Kressz Parkba vandálkodtunk, meg sokat játszottunk. Mindig volt egy ilyen háromszög, ahova mindig mentünk a kis bandánkkal. Ez a kikötőnél ott arra sétálgattunk, a Kressz Park, akkor a Dunapart, mindig ott volt a vége, és ugye ott a kikötő helyszínénél. Igazából a másik kedvenc helyszínem az a Gárdonyi kilátó. Oda is nagyon sokszor feljártunk így barátokkal, barátnőkkel beszélgetni kicsit. Nagyon szeretek még az Ürgemezőre kijárni, oda mindig a kutyusommal szoktuk, mert ott el tudom engedni kicsit, és akkor ott szaladgál. Mondjuk elég picike, úgyhogy annyira nem szoktunk bemenni az erdőbe. Viszont ő nagyon élvezi a természetet, úgyhogy meg én is nagyon szeretem, tehát nagyon sokszor és nagyon nagyokat szoktunk sétálni. A természet imádatom az igazából a munkahelyemnél is megnyilvánul, mivel egy környezetvédelmi látogatóközpontban, itt az Energiaházban dolgozom. Nagyon szeretek itt lenni, mert így a helyszínt is azért választottam. Nagyon sokszor szoktunk a kollégákkal ide kiülni, itt ebédelünk, kávézunk egyet, így a nagy monoton irodai munka közben vagy után. Rengetegszer látunk őzikéket, nyulakat, mókusok szaladgálnak mindig, úgyhogy tényleg, ha kinézek az ablakból, akkor egy csodás környezet és egy kis természeti világ tárul elém.